A vádírat szerint a 16 éves fiú 2023. augusztus 9-én a kisújszállási sporttelepen egy edzőmérkőzés vége felé tartva egy szabálytalan szerelést követő játékvezetői döntés miatt szóváltásba keveredett az ellenfél egyik játékosával, akit ököllel úgy fejen ütött, hogy a fiatal fiú elveszítette az eszméletét. A játékos társ az ütés miatt 8 napon belül gyógyuló agyrázkódás szenvedett. Az ügyészség a büntetlen fiatallal szemben próbára bocsájtás intézkedés alkalmazására és pártfogó felügyelet alá helyezésre tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a karcagi járásbíróság várhatóan tárgyalás mellőzésével fog dönteni.